Köszöntöm a Kámó videótár nézőit, és egyben köszöntöm Zsarnoszky Zsanett NIA oktatót, akivel egy nagyon különleges foglalkozásról beszélgetünk. Úgy szokták mások említeni, hogy ez egy fitness jellegű foglalkozás, bár hogyha ténylegesen végig gondolom, akkor a vendégek azt szokták mondani, hogy ez egy örömtánc. Beszélnél egy kicsit arról, hogy tulajdonképpen mi is ez a NIA? Igen, a NIA az egy mozgásforma, egy életmód is. Lehet hívni fitness formának is, fúziós fitnessnek, hiszen ötvöz elemeket a keleti harcművészetekből, a táncművészetekből és a gyógyító mozgásformákból, mint például a jóga. Úgyhogy tulajdonképpen minden, ami jó a keleti és a nyugati filozófiákból és mozgásformákból, az mind megtalálható a NIA-ban. Mi az, ami előnyös mondjuk a NIA-ban? Mert valahogy úgy is tudnám megfogalmazni, kicsit utána néztem ennek a foglalkozásnak, hogy hidat képez test és lélek között. Mi a jó ebbe a foglalkozásban a vendégeknek? Igen, ha a NIA-ról, mint mozgásformáról beszélünk, akkor azt el lehet mondani, hogy a NIA erősíti a testet, lecsendesíti az elmét, kiegyensúlyozza az érzelmeket, és egy NIA órán igazán önmagunk lehetünk. Tehát itt csak jó lépések vannak egy NIA órán. A legfontosabb az, hogy jól érezzük magunkat, öröm legyen a mozgás, öröm legyen a tánc. Ehhez használjuk a zenét, ami stimulál minket. Úgy lehet elképzelni, hogy a NIA óra szépen lassan kezdődik, bemelegítjük a testet, majd a közepén mindenki saját intenzitásának, adott éppen hangulatának megfelelően intenzíven mozoghat a közepén, majd az óra végén szépen nyújtásokkal lecsendesítjük. Kiknek ajánlod ezt a foglalkozást? Tulajdonképpen bárkinek ajánlod. Az a jó a NIA-ban, hogy a két fitness tréner, aki a 80-as években elkezdte ezt formázni, pontosan azzal az ötlettel kezdte el ezt az egészet, hogy mindenki számára elérhető legyen. Tehát semmilyen különleges felszerelés nem kell hozzá, még cipő sem, hiszen mezitláb táncoljuk. És semmilyen elsődleges, tehát múltbéli táncos háttér nem szükséges hozzá. Mindenki saját adott fizikai állapotának megfelelően formázhatja a mozdulatokat, amiben én mindig a tanár segítek. Mikor vannak ezek a foglalkozások a Kámó művelődési házban? Szombat reggelenként vannak, 9 óra 15-től 10 óra 15-ig. Ha jól tudom, akkor valamilyen akcióval is készültél októberben, beszélnél erre kicsit bővebben? Így van, többen jelezték, hogy van kamasz lányok, és hogy ez biztos nagyon tetszene nekik, anyukák, és úgy gondoltam, hogy október egy ideális hónap arra, hogy kihirdessük a lányok hónapjának, ami azt jelenti, hogy egy-egy áráért, egy óradíj áráért ketten jöhet egy anyuka és egy lánya együtt kipróbálni a NIA-t. Köszönöm szépen!